Közben, srácok, mondanom kell valamit. Gyerünk más, mondjad már! Istenem, most kezdődnek a női sztori. Ja, a kozmetikáról, a körmökről. Csend már, azt, amit most mondani fogok, nagyon meglepő lesz. Tehát, csajok, van fium. Wow, kicsoda! Ki? Gyerünk, mondd el, nagyon kíváncsi vagyok. Röviden, tömören, neki van fiúja. Artyom, semmi különös. Rendben, Maruska, menjünk az órára. Patrik, várj! Csajok, csak ne legyetek féltékenyek, és ne áruljatok el. Az én fium nem az a tipikus őrendben. Ó, Patrik, ez izgi, hallgassuk meg, és akkor majd elmeséljük a lányoknak. Oké, induljunk, ez a tracsolás tényleg uncsi. Tudod mit, Nastya, hol tudtál találni olyan fiút, aki rapper? Tudod mit, Nastya? Én nem hiszek neked, mert sokat hazudsz nekünk. Te hiszed, hogy Nastyának rapper fiúja van? Nem, nem igazán, mivel már volt neki kitalált motoros fiúja. Te hallottad ezt? Nastyának van fiúja. Hogy lehet az, hogy neki van és nekem nincs? Miért, lányok, nem tudjátok elhinni, hogy van fiúm? Igazából koncerten ismerkedtünk meg, és holnap én leszek a rapper. Maruska, gyere csak ide! Te loptad el a ceruzámat a toltartomból? Mi van, csajok? Miért esett le így az állatok? Csak mellékesen, amúgy a fiúm híres, és koncerteken szokott fellépni, nem sokára majd fellépése lesz, ahol én is táncolni fogok. Jana, miért kellene nekem a te ceruzád? Lanya, hallod ezt? Maruska, hagyd abba a kamuzást. Amit veszek, azt te ellopod. Mi veszünk szép ceruzákat, te meg ellopod. Mi folyamatosan vesszük, te meg állandóan ellopod. Ilyen vagy! Maruska, akkor te loptad el az én ceruzámat is? Várjatok, van itt valami sokkal fontosabb. Nastyának van fiúja! Igen, rapper. Mojli, neki rapper fiúja van? Nastya! Szóval, Nastya, mondd el, ki a te rapper fiúd? Igen, csajok, van rapper fiúm, és nem szabad elárulnom a nevét, de oké. Nem hiszem, hogy ő találkozgat vele. Láttátok ezt? Ez a kislány találkozgat a híres rapperrel. Igen, és mi rosszabbak vagyunk tőle. Jana, muszáj barátkoznunk vele. Nastya, vannak a fiúdnak barátai? Van neki sok barátja, és amúgy ők is híres rapperek. Ja, muszáj valamit cég. Nastya, én mindig is tudtam, hogy te jó fejlány vagy. Nincs is jobb arc tőle. Nastya, mindig is szerettünk volna barátkozni veled. Csak szégyellősek voltunk nyitni feléd. Nem gond, lányok, most már barátkozhattok velem. Igen, tudom, hogy jó arc vagyok. Mondani sem kell. Hallottad, hogy ők barátok szeretnének lenni Nastyával? Tudod miért? Mert meg akarják ismerni a rappet. Ezt nektek. Ó, sziasztok mindenkinek. Sziasztok. Lányok, Julia, Gigi, sziasztok. Hello, fiú. Sziasztok. Csajok, ti nem köszöntök? Ez milyen gyülekezés? Mit csináltok ti? Nastya, miért másztál fel a padra? Szeretnél mindenki felett lenni? Diana, tudom, hogy te menő blogger vagy, de most már én is menő rapper vagyok. Hát ez vagány, emberek, hallottátok? Nastya mostantól rapper lány. Igen, ő menő rapper lány, és a fiúja is szintén rapper. Igen, Diana, Nastya randizik egy menő rapperrel, és együtt mennek majd koncertekre. Hogy mi? Ez igaz? Igen, Diana, igaz. Nastya, te olyan menő vagy, és ő is hord fogdíszeket? Te tényleg menő vagy. Milyen régóta randiztok? Nastya, megcsókoltad már? Igen, csajok, képzeljétek el, megcsókoltam. Nastya, Nastya, ő is hord aranyakláncot. Nastya, Nastya, mikor jön ki az új albuma? Gigi, majd együtt adjuk ki az albumot, mint egy cuki pár Twix. Gyerünk, Nastya! Gyerünk, Nastya! Nastya, siess! Hova mész? Te az ő oldalukon vagy? Vagy mi van? Diana, fuss utánuk! Nastya ott találkozik a rapperrel! Dima, megbolondultál? Futni fogsz Nastya után csak, mert találkozik valami rapperrel? Tudod mit? Lehet, hogy ő találkozdogat egy rapperrel, de mi is cuki pár vagyunk. Twix, mi is rapperek leszünk. Rapperek? És mi van a fogdíszekkel? Az ő fiúja hordolja. Arany fogdísz? Csinálhatunk olyat is. És ha meglát minket a társaság, elfelejtik Nastyát és a fiúját. Oké, Dima, menjünk! Nastya, Nastya, te olyan menő vagy! Nastya, a te fiút... Nastya, a te fiút jön az iskolába? Persze, szereznek te jegyeket ingyen. Ez az menő vagy! Te vagy a legmenőbb! Oké, és csajok, a többi kérdést majd feltehetitek később, most már elfáradtam. Nastya, emlékszel, hogy mi vagyunk az osztálytársai? És nekünk kellene lenni a legjobb barátaidnak. Hát, Júlia, ülj le! Oké, csajok, nyugodjatok le, ti lesztek majd a barátnőim.
szóval, Dima, készen állsz? Mi van, nem? Dima, nincs visszaút! Mi van, ha nem sikerül? Hogy érted azt, hogy nem sikerül? Sikerülni fog! Na, gyerünk! Diana, ők az osztálytársaink! Dima, melyik osztály? Várjuk a szünetet! Diana, vegyük el ezt minden, nem bírom ezt, minden fiú ki fog nevetni! Dima, Jézusom, te az én barátom vagy nem? Amint a szünet elkezdődik, te elkezdesz rappelni, én pedig táncolni, rendben? Igen, igen! Megértetted? Na! Rendben, ha szeretnél táncolni és háttértáncos lenni a fium koncertjén, ismételjétek utánam. Jó, rendben. Na aztja, te és a fiúd nem fogtok csalódni bennünk. Én szintén menőn fogok táncolni. És első lépés. A másik oldalra. Most így. Srácok, nem értitek? Muszáj most kitalálnunk egy rap dalt, és akkor Nastya a legjobb barátunká válik. Jana, milyen rap? Nem vagyunk rapperek. Igen, Jana, mi nem vagyunk rapperek. Várjatok, kitalálok valamit. Ha előadjuk a te rappedet, elszígyelhetjük magunkat. Jó, ne aggódj. Én elmondom az első verszakot, aztán te. Szóval, ez a rap dolog menő Nastyának van számva. Ó, hogy gondolod, hogy én? Hogy folytassam? Csengettek! Csinál! Nem sikerült. Mi? Nézzétek a púzereket! Olyanok vagytok, mint én és a pasim. Wow, ez menő. Dima, kezdjük! Jó, én Dimon vagyok. Szeretem őt. Dimon rapper vagyok, szeretem őt! Ő szeret engem, én pedig a pénzt! Hú, srácok, álljatok le, eldöntöttétek, hogy utánozzátok őket! Ti csalók vagytok, elfelejtettétek, ki itt az igazi rapper, kinek van rapper fiúja? Ők csalók, húzzátok fel a jelmezeket és táncoljatok, mint a bohócok! Nasztja! Én vagyok Dimon! És én Diana! Rapper vagyok! Én is! Gigi, Júlia, ti árulók vagytok! Emberek, nézzétek, ők árulók, jobb nem beszélni velük! Nem, Nastya! Ha más nem, legalább hasonlítanak rapperre, de te nem! Hol a te pasit? Hol a te aranyfogad? Mert én fényképezkedek velük! Patrik, ha fényképezkedsz velük, nem fogok többet veled barátkozni! Nem érdekel! Csinálhatok egy képet veletek? Dima! Természetesen tudsz! Hé, emberek, ők nem rapperek! Találkozgatok egy menő rapperrel, és ők is rapperekké szerettek volna válni. Nem akarják beismerni, hogy menőbb vagyok tőlük. Elég! Ez jó. Diana, azt ajánlom neked, hogy ne játsz magad rappernek, különben felhívom a pasim, és elmondom neki, hogy lopod a dalszövegeit. Ajaj! Hát csak hajrá, hívd fel a pasid. Amúgy is nagy kétségeim vannak, hogy a legismertebb rapperrel jársz. Igen, Nastya, hívd fel. Mindenkit érdekel, hogy hangzik az ő hangja. Igen, Nyanya? Igen, Nastya, hívd fel. Igen, hívd fel. Igen, Nastya, hívd fel. Igen, Nastya, hívd fel. Igen, Nastya, hívd fel. Igen, hívd fel. Igen, Nastya, hívd fel. Hívjam fel? Na jó, felhívom. Nem veszi fel. Biztosan elfoglalt. Oh! Hívd fel, Nastya, neked fel kell, hogy vegye, te a barátnője vagy. Úgy van, gyerünk, hívd fel a rappered. Fura, nem érthető, de úgyis visszahív, biztos egy új dalt vesz fel. Emberek, hallottátok? A barátja, aki a világ legmenőbb rappere, nem veszi fel a telefont. Fúú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 ú
mennyi szeretet. Selfie, van belőlük bőven. Ó, jaj, lemerült a telefonom. Jújjújjúj. Ó, Nastya, lemerült a telód. Van nekem töltőm, gyors töltő. Pillanatok alatt feltölti.
Komolyan, lemerült a telefonom, figyelj! Ó, igen, azt jött, te barátod Balin van. Dalt vesz fel. Ó, mi több a csajával van? Mi? Az lehetetlen! Hazug! Hazug! Nem is vagy rapper! Rendben, srácok, elég volt. Elmondom az igazságot. Tudjátok, ez mind Diana miatt van. Ő a legmenőbb, és minden figyelem rá irányul. Én is menő akartam lenni. Igen, hazudtam a motorosról, de ez... Én nem tudom, hogy történhetett meg. Én is csak egy kis figyelmet szerettem volna. Ahogy figyeljetek rá. Na, Asztya, valami jobbat kellett volna kitalálnod. És nem minket becsapni. Igen, srácok, tudom, hibáztam. Tényleg szeretem ezt a rappert, és gondoltam, kitalálok valamit vele kapcsolatban. Szóval megbocsájtunk neki? Dima, természetesen, ő a mi barátnőnk. Srácok. Na, Asztya, persze, hogy megbocsátunk, de ne találj ki fura történeteket azért, hogy menő légy. Itt mindenki egyforma, és mindenki szeret. Te a mi barátunk vagy. És mi egy társaság. Emberek, lájkoljátok az oldalt, és fizessetek elő a csatornámra! Csengőt! Sziasztok! Iratkozzatok fel! Sziasztok!